Néhány óra alatt kétszer is magas szénmonoxid koncentráció miatt kellett vonulniuk a tűzoltóknak Tolna megyében. Pakson és Szekszárdon is riasztott az érzékelő nemrégen. A tolnai megyeszékén egy család tagjai lettek rosszul. Nem sokkal később a lakásban mérgező gáz jelenlétét mutatták ki a tűzoltók. Az érintetteket kórházba szállították. Pakson ugyanaznap szintén jelzett a szénmonoxid érzékelő egy házban. Az ott lakókat a rokonokhoz költöztették. Nagyon fontos, hogy a nyílt égésterű gázkészülékeket, egyéb fűtőberendezéseket, ezeket folyamatosan vizsgáltassuk felül. A szénmonoxid gáza sajnos hajlamos visszaáramlani, így a lakásban. Ha van még egy szagelszívó, párelszívó, esetleg a szárítós funkció mosógép, akkor még rá segít erre a hatásra. Nagyon fontos az, hogy napi szinten a szerőztetést azt ejtsük meg, ezzel tudjuk biztosítani a friss oxigénnek a beáramlását. A Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője azt mondja, ne fűtsünk háztartási hulladékkal, lakkozott festett vagy nedves fával, mert ezek amellett, hogy mérgező gázokat bocsátanak ki, fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását. Az ilyen lerakódások miatt leszűkül a kémény belseje, ennek következtében pedig visszáramolhat a füst a házba. Továbbá a szakértő szerint fontos, hogy a gázzal fűtött lakásokban legyen szénmonoxid érzékelő, hiszen ez az eszköz életet menthet. A szénmonoxid érzékelőnek a beszerzése nagyságrendileg 10.000 forintot takar, tehát e körül az ár összekörül mozognak ezek az eszközök. Nagyon fontos ez is, hogy ezeket a megfelelő forrásból szerezzük be, tehát bevizsgált készülékeket. A katasztrófavédelem honlapján ezeknek a készülékeknek a listája az el is érhető, úgyhogy ez folyamatosan az életeket menthet, és tényleg így voltak éppen 10.000 forint körül összegről beszélünk. A szóvivő szerint a katasztrófa védelemhez a szénmonoxid miatt érkező segélyhívások évről évre növekvő számából is jól látszik, hogy egyre többen használnak erre alkalmas érzékelőt Tolna megyében.